KSH legfrissebb jelentése szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 13,1%-kal zuhant idén márciusban az előző év időszakához képest. Ha esetleg nem maga intézi a bevásárlásait államtitkár úr, akkor nem lehet fogalma az Orbáni propaganda mögötti valóságról, akkor felvilágosítom valamiről. A KSH adatai szerint ilyen nagyságrendű kiskereskedelmi forgalmi zuhanás utoljára 2020 áprilisában volt. Segítek? Akkor 12,4%-os volt a visszaesés, ami kisebb volt, mint most az Orbáni infláció miatt. Ráadásul 2020 áprilisában ott volt a Covid, amikor a pánikszerű felhámozás miatt a kijárási korlátozások mellett az emberek még az utcára sem mertek lépni, nemhogy üzletbe vásárolni. Ezek az adatok világosan bizonyítják, hogy önök egyszerűen magukra hagyták a magyar embereket az Orbáni inflációval szemben. Magukra hagyták a legvédtelenebb rétegeket, a nyugdíjasokat is, a második világháború utáni korszakot idéző élelmiszer drágulással, például a többszörösre dráguló kenyérrel és tejtermékekkel szemben. Az Orbán kormány csak végignézi, hogy az emberek egyre kevesebbet, egyre rosszabb minőségű terméket kénytelenek megvenni a boltokban. Ekközben 100 milliárdokat kaszálnak az extra áfa bevételeken, az Európa rekorder 27%-os áfán, amelyet még az alapélelmiszereknél sem hajlandóak csökkenteni. Kérdezem hát államtitkár urat, mikor hajlandók végre lépni a magyarokat szorongató Orbáni infláció ellen?